Na, sziasztok! Úgy gondoltam, hogy a mai nap még elmegyünk egy túrára. Ezt szerettem volna nektek megmutatni. A mai nap még nem dolgozom, ezért van időm elmenni. Hónaptól már kell egy kicsit melózni. Kijöttünk itt egy részre, itt horgászni szoktunk. Ez itt egy félsziget. És Kalfhangen. Innen indulunk, és akkor így körbejárjuk ezt a félszigetet. Itt szoktunk lent horgászni. Gyönyörű, szép ez a rész, itt erről már a nyílt víz van. És itt kint van világító torony, ami nagyon szép. Itt van a város, vagyis hogy hát itt van valahol a város. Ez a Homborsund, úgyhogy csinálunk erről is egy ilyen kis videót. Ez is egy ilyen 2 óra hossza környéki túra lesz. Tegnap lemerült a technika, úgyhogy nem ment végig. Próbálok egy kicsit rövidebb videót csinálni ma. Tegnap 8,5 kilométert mentem, 1 óra hossza 50 perc. Úgyhogy megnézzük, hogy ma mi lesz. Hát igen, itt is egy hatalmas nagy évszázados fa. Ezek én nekem nagyon tetszenek. Na, menjünk is, hogy haladjon a dolog. Rögtön itt mindjárt át kell menni egy kis kerítésen, mert egyébként itt birkák vannak eleresztve, hogy valamennyire kordában tartsák a növényzetet. És akkor van itt egy ilyen kis kapu, amit zárni kell. Apály van, tehát elég szépen majd el fogunk tudni sétálni lent a parton. Ami, hogyha dagály van, akkor nem annyira egyszerű. Úgyhogy, igen. És igen, hát itt rögtön elég meredek részekkel fogunk találkozni. Tehát azért van itt egy kis hegymászás is. Félig meddig. De hát a látvány majd kárpótolni fog bennünket minden erőfeszítésünkért. Úgyhogy így. Gyönyörű szép részek lesznek. Ez is ugye egy ilyen erdős történet, csak itt maga a tenger az, ami földobja ezt az egészet. Tehát maga a táj olyan hasonló, amit tegnap láttatok. Ide eljövünk néha túrázni, de nagyrészt horgászni járunk a terékkal. Majd megmutatom azt is, hogy honnan. És hát igen, azok a részek fogják megadni a szépségét, ugye ennek az erdőnek, ahonnan kilátsz magára a tengerre, és a tájra. Ez itt öböl, ott van Homborsund. Az ott az ottani kikötő, városka kikötője. Ez itt van Grimstad mellett, nem messze, egy pár kilométerre. És hát igazából igen, ennyi. Tehát ez elég közel van, az a történet hozzánk. Na, és oda fogunk kijutni a tengerre. Az arról már a nyílt víz. És onnan látszik a világító torony, de ezt körbe fogjuk ezt az egészet kerülni. Tehát ott látszik a világító torony. Ott a messzeségben. És elég jó fúj a szél, az a helyzet. De ezt majd észlelni fogjátok. Így is, úgy is. Úgyhogy ennyi,
Na nézzük. Erről csinálunk egy gyors videót. Ugye itt láttatok mindenféle kidőlt fákat. Tehát, hogy ezért. Nagyon vékony itt a talaj. És ugye hát a nagyobb fákat, ezek a nagy szelek képesek ezért kidönteni, mert igazából nincs, amiben kapaszkodjanak. És ezért történik az sok helyen, hogy még itt bent az erdőbe is egész egyszerűen kidőlnek ezek a hatalmas nagy régi fák. Tehát ez van persze máshol is. Na, és akkor itt fogunk kiérni majd a sziget egyik pici öbléhez, ahol homokos a tengerpart. Ott lent. Majd lemegyünk és megnézzük. És igen, fúj a szél elég erősen. Sok mindent lehet találni itt ezekben az öblökben. Főként szemetet. Itt azért behordja a víz mindenfelől a mindenféle, főleg úszó műanyag, szemetet, fát, minden más egyebet. Ugye itt, ami a legalattomosabb, ez a műanyag. Majd megmutatjuk, hogy van belőle bőven. És akkor itt érünk ki. Van itt egy kis mocsár. Zárt kis öböl, és itt látjátok, tehát itt ezek horgászsinórok, minden más egyéb műanyag szemét. Van belőle bőven az a helyzet. Van belőle bőven, és ugye mindezt a víz felhordja dagálykor, amint látjátok egész eddig. Tehát eddig följön a víz, itt valaki már, tehát itt ezt a területet amúgy rendezik. Addig fölver a víz. Hát lehet itt mindent találni. Ugye itt ez a homokos part. Ez a homok, nem homok, hanem egész egyszerűen ilyen elhalt kagyló és minden más egyéb maradvány. Tele van kagylókkal, én itt szoktam kagylót gyűjteni, itt el lehet órahosszákat nézelődni. Rengeteg osztriga van itt, ez egy régi osztriga házak, úgyhogy itt szoktak osztrigát is gyűjteni, vagyis hogy hát nem itt, hanem egy kicsit beljebb. Sok szép dolgot lehet itt találni, kagylókat, kagylóhéjakat, és hát hogyha fönt van a víz, akkor addig fönt van úgy. Az ott jól látszik, ameddig olyan barnás színe van ennek az egésznek, és hát így. Itt van a norvég északi tengerünk. Jó hideg, azt a kutya mindenit. Nem meleg. Az már egyszer biztos. Hát, ezt megnézzük. Tehát ő itt egy nagy osztriga. Tehát ő még életben van. Tehát látjátok, egy jó régi darab, vagy egy jó öreg darab. És akkor ez így itt áll, ez a kis kő. És akkor a tengerben itten táplálkozik. Jó nagy horgász Damil, zsinór mögötte. Na én itt fogok végigmenni, mert én itt szeretek. Mikor lehet, mikor nem. Vagyis hogy hát mindig el lehet nagy részt járni. Csak vigyázni kell, mert ezek a kövek ám csúsznak, ami a víz alá kerül, ugye ezek a barnás fekete részek, ezek csúsznak rendesen. Itt is túrázunk norvégok. Itt ilyen mindenféle dolog. Moszat.
zsákpáncél. Ezt előszedettel fogyasztják itt a madarak. Tehát, hogy itt ezt mindenfele lehet találni. Ez éppen egy pici kis rák volt, de vannak itt ettől sokkal kolosszálisabb méretek. Majd ha találok egyet, megmutatom. Na itt ezt megmutatom, itt is egy egész kis osztriga telep. Tehát ez is itt osztriga, rajta ezen a kövön. Ő is az. Ő osztriga ház. És itt vannak, ő is élő osztriga. Látjuk, így a kövekre vannak így rá ragadva. Ő is osztriga. Rajta a kövön. Egész kis osztriga telep van. Valószínűleg ő is még élő osztriga. Csak hát őt valami ér le, mert a sodrás és a hullámzás magáról a kőről, és akkor szerencsétlen így áll. Valahogy. Tehát osztriga van bőven. Ő is ott az. Osztriga és fekete kagyló telepek találhatóak itt mindenfele. Fogyasztják is rendesen. Finom dolgokról van szó. Itt is egy kis öblös rész. Na, itt jövünk fölfele. Ez a rész is elég jó. Mindenfele ilyen kerekkövek vannak. És tiszta moha az egész. Nagyon szép. Hát itt valószínűleg, hogy itt ez a jégkori jég, ami ugye alakította ezt az egészet. Ezek még nem is annyira kerekek, ez még a nagyja. De vannak olyan részek, ami egészen kerek kövekről van szó. Majd megnézzük mindjárt azt is. Konkrétan valami ilyesmiről lenne szó. Tehát itt ez mind ilyen kerekhez közelítő kövek. És itt egy hatalmas halom van. Nem tudom, hogy ki és miért hordta ezt így össze, de egy iszonyatos nagy halomkő van itt. Tehát ez biztos, hogy valamiféle emberkéz alkotta dolog. Gondolkoztam már, hogy te lehet, hogy egy jó nagy viking sír van alatta, a hajós temetkezés. Hát, oda tartani ezt a rakáskövet elpakolni. És hát igen, kőkövön. És itt fogunk majd kiérni a szigetnek erre a csücskére. Ezt a részt most elég szépen kitisztították. Tehát, hogyha látjátok itt és tüzelték, összeaprították a dolgokat. Mindent csináljuk egy panorámát. Másik két kis sziget. És akkor arra megyünk tovább. Bocskán fúj a szél, nem tudom, hogy halljátok, amit mondok. Kiderül. Az igen. Oda kell figyelni, mert csúszik az ér ez itt, és veszélyes lehet. Úgyhogy vissza is veszek egy picit a tempóból, mert hogyha zúgsz, akkor meredeken nagyot zúgsz. Hát itt ilyen dolgokról van szó. Hát itt azért befigyel a hegymászás. Erre megyünk tovább, arra le. Na, és akkor itt fölérünk erre a részre. Ez itt a szigetnek a másik csücske. És igen, nézzünk szét. Itt a torony, ott pedig ott van kint a nagy, azt csak csónakkal lehet megközelíteni. Ugye hát itt a nyílt vízről van szó, úgyhogy kell a
nyitnak. És hát látszik, hogy mindenféle látok ilyen kis szigeteket. Ez egy ilyen kis szigetes itt az egész végig. Tehát motorcsónakkal, hajóval oda kell nagyon figyelni, hogy mész. Kell ismerni a vizet. Meg könnyen fönn tudsz akadni akárhol. Ami drága és veszélyes mulatság is egyben. Lentre fogunk menni, ott is látszanak ezek a kör alakú kövek. Menő. És igen, hát itt komoly hegymászás folyik, mert azért meg kell küzdeni minden méterért. Na jó, ez messze van attól, de jó. Jó, ki fogsz melegedni, mire hazaérsz. Az már egyszer biztos. És hát igen, ez a vörös gránit, ez Grimstad egyik jellegzetessége, tehát ezen a környéken ez a grimstadi vörös gránit, ami nagy részben előfordul. Persze van itt mindenféle más egyéb keverék, a szürkétől kezdve mi egymás. Hát itt azért látszik, hogy a tenger dolgozik. Tehát, hogy ez a csipkézett rész, ez itt az év nagy részében elég kemény hullámverésnek van kitéve, és eszi is az idő ezeket a köveket, mind attól függetlenül, hogy a legkeményebb kőzetről van szó, ami található a planétán. És akkor igen, jövünk itt lefelé egy ilyen. Kicsit. Hát, nagyjából ugyanaz, ami másfele is látszik. A sztiropor, kedves hölgyeim és uraim. Hát igen, sajna van erre is mindenfele, mindenféle szutyok a vízbe. És ugye az úszó szemetet azt minden fogja vinni a víz, és sok van belőle. Sok minden található itt, szemét területén. Hát mindent, amit összehord a víz. Egészen még a régi kátrányt is, a régi hajókról, meg a hajóégetőkről. Az simán meg lehet találni ezeken a köveken, hogy azt is elhordta a víz. És vannak ilyen régi kátrányos részek. Hát igen. Lemegyünk, megnézzük ott azt a kis öblös részt, ha már itt vagyunk. Próbálok rövidebb videót csinálni, mint tegnap. Aztán majd kiderül, mi lesz. Már így is elég jól állunk. Tovább. És hát igen, ide értünk. Gyerekek, fölérünk mindjárt. Mindjárt ott vagyunk. Menjünk a szélére. Na, itt vagyunk. Itt a szélén. Csak úgy. Itt azért fúj a szél elég rendesen. Úgyhogy most menjünk lefele, arra nem videózok, mert oda kell figyelni a lábra. És igen, azért vannak itt ilyen meredélyek, mi egymás, de hát végig igazából ezért szeretjük.
ezt a részt, ez tök jó ilyen raklap, akinek kellene, van mindenfele, víz ide hordja. Ja, és itt ez le kell mászni ilyen helyeken, nem tudom mennyire lesz élvezhető a dolog, valószínűleg eléggé remeg rezeg, de hát ez van, fiúk, lányok. Jól látható, hogy eddig van fönt a víz, ugyanúgy, és mivel ugye a pály van, ezért elég jól lehúzódott, úgyhogy most tudunk itt a csigák között sétálni egyet. Nem rossz. Homály zöldes. Vigyelni kell itt ezekre a részekre, mert eléggé csúszós. Tehát itt azért, ha nedves a kő, mindegy, hogy milyen cipőbe vagy, a szaltó az itt előfordulhat. Úgyhogy... De tök jók ezek a vörös gránit elfeketedve. Igen. Mindegy, itt ezen megyek én itt tovább, és akkor majd jövök. Csak át kellek ide erre a kis szigetre, mert láttam valamit, hogy messziről érdekesnek tűnt. Nem tudom, valamiféle dög lehet. Nem sok dögöt látni, mivel ugye a madarak meg a rákok elég gyorsan elpucolják. Hát igen, ez valamiféle madár. Ópp, egy kacsa. Kacsának a holtteste. A madarak elég szépen lepucoltak. És ez, kérem szépen, nem is dög, hanem ez friss kacsahús. Valószínűleg ejtették, vagy valami. Hát igen, egy kis kacsa belsőség. Itt a sirályok azért kemények, tehát elég izmosan rárepülnek akármire, akármire. Úgyhogy és igen, azért itt elég izmosan látszik, hogy az idő és a sós jeges tengeri víz elég menőn formálja a sziklapartot. Megtérünk meg egy kis tisztás részre, ez annyira nem rossz. Ezt a kis tószerűséget az esővíz, meg valamilyen módon a tenger táplálja arról, mert mikor fúj a szél és nagyok a hullámok, akkor simán átver ide a tengervíz. És a fenyők azok itt így néznek ki, mint látjátok, alul a legterebélyesebb is arra nő, egész egyszerűen mutatva az uralkodó széljárást. Tehát a növényeknek is elég keményen alkalmazkodni kell, mert különben végük. Ez a rész, ez itt nyáron egy ilyen kis szélvédettebb rész. Ide sokan járnak ki kempingezni, túrázni, tehát itt is valamiféle ilyesminek van a nyoma. Nyáron ez nagyon szépen ki van zöldülve, és nagyon szép kis hely, hogyha leülsz, akkor nagy részt széltől védett helyen vagy. Hát itt nem. Most jelen pillanatban, de egy nagy részt volt ilyen. Ez nem tudom mi. Ez ilyen valami zsírszerű anyag a köveken. És van itt egy részben, egy időben kihordta ide a partra. Hát most már elblomlott. Hát nem bomlott el, mert csúszik. Hoppá. Nem tudom mi lehet. Ez ilyen fagyús anyag volt. Nem tudom, hogy került. Igen, és még mindig ilyen fagyús, vagy erős fagyús szaga van ennek az egésznek. Ez valahonnan behordta a víz. Fogalmunk sincs, hogy honnan, de hát sok minden csúnyaság kerül itt a tengerbe.
arra megyünk tovább. És hát itt vagyunk. Itt jön az a része, onnan szoktunk horgászni. Az a szikla. Tehát igazából majdnem körbeértük ezt az egészet. Mindjárt meglátom. Hát még kimegyek arra. Spórolok egy kis helyet. És ha már említettem, gyors megmutatom. És ez itt a kátrány. Tehát, hogy itt ez a régi hajókról valahonnan visszamaradt. Tehát valószínűleg ezzel jócskán borították a régi hajókat. És van itt a köveken mindenfele belőle. És hát igen, ide érünk a lenti részhez. Ez elég meredeken kell majd mindjárt átkelni. Úgyhogy hogy is lenne, jó? Mindegy, erre jöttünk már, akkor erre megyünk. Hát jó. És ott a birkakerítés. Menünk mi. És igen, ott az a... Majdnem körbeértünk. Ott szoktunk lent horgászni a partvonalon. És nem megyek oda le, mert fúj a szél. Nem sok értelmét látom. Én szoktam még horgászni ennek a dobnak a másik oldalán. Ott egy ilyen kis védettebb öböl van a széltől. És akkor föl is értünk ide a felső pontra. Innen ez a kis betonút megy a parkolóhoz, és akkor megtekintésre ajánlom a kilátást nektek. Följövök ide. Tehát... ennyi volt. Az óra sikeresen leállította magát kétszer. Úgyhogy egyet 40 mutat. 2,5 kilométert. Ez biztos, hogy nem volt jó. Igaz idő. Megnézem, hogy mikor indulunk. És igen, ott szoktunk lent horgászni. Azon a részen. Na, tehát ami a lényeg, 11 óra 58 perckor indultam. Most 12 óra 51 van, most értem ide. Hát ez egy 50 perc környékén van. Nem tudom, tehát 3-3,5 kilométer lehetett. Majd lemérjük egyszer újra, hogy milyen helyzet. Na, jó van, sziasztok!